Sziasztok, kedves édes! Képzeljétek el, hogy mi nagyon szegények vagyunk, és majd most volt ez a Titi, aki nagyon rossza, alig lesz ki. Vesz ki valamit a világból, hogy mi történik. Engem folyton dolgoztat a mozgón, mindig szuszonyás idő sem. Na jó, reggelt! Én lennék bizony Titi vagyok, és hát azt tudni kell róla, hogy nagyon rest és lusta vagyok. De hát ez van, de ez még nem is gond, hiszen van nekem egy drága hugacskám, Kiki, aki mindig mindent megcsinál helyettem. De hát így szép az élet. Ha már úgyis itt álltunk. Kiki, hol van a vacsorám? Értitek, most ébredtem fel a délutáni szundimból, és még nincs is itt a vacsorám. Hát milyen világon élünk? Kiki, gyere már! Okés! Jeljeztem én te neked. Nem igazán. Hát. Kiki, nekem mondjam, hogy sokkal jobb volt az én anyama, mely drágakör volt. És te meg elkorod hárfia. Hát, szóval egy gonosz hárfia vagyok. Na most már még jobban el leszek, ne tessék aggódni. Hiszen elküldelek, drágátlan mostoha lányom, messze a faluba szolgálni. Elég jut adja. Hát hiszen, amit miért mondtad, egy hárfia vagyok. És úgysem hiányzol a családnak. Szóval, ideje menni. Nem fogod sírni, majd megszokja. Sziasztok! Ura, itt vagyok. Ugye sajnos elküldött engem a mostó haján, de nem tudom, hogy mi jutott. Tettem, vagy csináltam, de ő úgy játszik, hogy jobban szereti Titit, mint engem. Hisz Titi a mostohának az édes álma. Elindul. Itt egy költöbb.
nekem nem lehetődik meg a szegény költő van. Amikor vissza felfúdok, bár igaz, hogy a mostuhám azt mondta, hogy ha úgy adódik a sót, ha úgy adódik a sót, vissza se menj, de hát én vissza fogok menni, mert édesapám biztos színjelte. Na, de mindegy, ha megmentem ezt a költőfát, akkor vissza fel. Biztos. Jót tettem, így jót fogok adni. Megyek tovább. Itt egy kis kutya, szegény kis, nincs mennyi van. Azt hiszem, segítek neki, hát ha meg rája volna, de hát ha meg rája volna, de hogy segítettem, és megnyitom. Megyek tovább, megyek. Itt egy kemence. Szegényként nem lett még senkire. Sikálta meg. Azt hívja, Szegi, meg neki. És meg jó, igaz, hogy jó. Sáros lesz a lábam. De mindegy, meg sikálom. Hát, ha visszafele kapok valami finomat, kenyeret, zsemlét, szóval megszikám. Jég, itt vagy, hát, azt hiszem, bekapok, és megpróbálok szolgálatot kérni. Mit kapok? A mocsú, egyszer, nagyobb volt. Ó, csak a édesanyám szereti, de engem nem. Hát nagyon sajnálom. És ezért eljöttél a tanulás szolgálatba? Igen. Na, hát a legesleg helyzetben. Pont szolgálatban keresünk. Jó, de a ó, ne tessék aggódni, Kiki. Mi felfogadunk. Pont van összesen 7 darab szobán, amihez már ősidők óta nem nyújt senki. Minden nap azokat kéne kitakarítanod, rendezgetni, sápregetni, meg ilyenek. Viszont
Ezt hat szobában kéne csináljad, de hetedikben be nem lehet. Mit? Állatok vannak! Hát, állatok rá, igen. Tele van békákkal, veszélyes kígyókkal, nem lenne ott jó helyed. De a másik hatot, azt mondod, összemarnak. Összemarnak bizony. Na gyere, megmutatom a munkádat. Jó. Oké, és... Na de, hozom a fizetséged. Köszönöm. Mivel ilyen jól teljesítettél, és jó tett helyében jót várhatsz, hoztam neked jó sok elemózsiát az útra. Milka csokit, Kinder csokit, francia drazsit, minden, ami szép és jó. Jó. Köszönöm a házad! Hát igazán nincs mi. Ha esetleg az északi sarkra mész, köszönjél meg a Mikulás bácsinak is, hogy ennyi jó mindennel el tudtalak látni. Oké? Oké. Milyen van? Meg a házad! Oh, hát mi is olyan halásak vagyunk. Na hát akkor elég utadra, további szép életet. Köszönöm! Nincs mi? Halló! Halló! Az Isten legyen veled! Love you.
az, miben segíthetek? Csak te vagy az. Aj, de jó, hogy hazajöttél. Édesapád jelenleg dolgozik. Látod, aranyat. Na hát, akkor elküldöm az élelnyomat is, de biztosan kétszer annyit fog találni. Hátok, bízom magába, Titi! Bízom, hát! Titi is! Bizony, Titi is, hát bízom! Szóval inkább csak tovább sétálok. Wow! Hát itt van egy gyönyörű szép költefa. Habár ráférnák is megmetszés, de hát az én piápuha kezén már nem fogom megcsinálni. Na, inkább sietek tovább, hátal megtalálom azt az aranyos helyet. Micsak! Itt van egy szuki kiskutya. De aranyos. Ó, ahogy elvízom, ráférne egy kis nyírás. De nem akarom bemocskolni a kezeimet, meg úgyis megvágnám magamat. Szóval ezt inkább hanyagoljuk. Meg hát úgysem lenne belőle túl nagy hasznom. Hát, sietek tovább utamra, hogy megtaláljam az aranyat. Isten, szép jó estét! Jöttem bemutatkozni, ugyanis az én nevem... Az én nevem Titi, és a drága húgom már járt itt korábban, és aranyot kapott. Úgy látom, te írj magad a túlra! Hát, én bizony jobban szeretném teljesíteni, mint ő, szóval valami olyasmi. Na de a lényeg, esetleg nincsen szükségük szolgáló lányra? Ó, ne tessék aggódni, drága tündér kisasszony. Én olyan szorgalmas leszek, mint amiről még Kiki, még álmodni sem állt volna. Elmondom, miért feladatot. Remek. Hadd szövegki. Hadd kisaprak. De a hetedikben tilos bevenni. Hetedikben be nem megyek viszont. Aki felfogadom, mint szolgálom. Hálás köszönet aztán. Köszönöm szépen. Na, akkor megyek is aludni, hogy holnap friss erővel tudjak takarítani. Jó. Na jól van. Szép estét. Megmutatom a szobát. Hálás köszönet, asszonyom. Szép estét. Szép jó reggelt. Jöttem segítségetni. Jó reggelt, Titi. Na, neki is állok a munkának.
Fú, hát én elfáradtam bizony. Azt hiszem, itt van az ideje egy kis csendes pihenőnek. Pipi! Én elhiszem, hogy jobban tett álba. Mi? De ez így nem lett jó. Meg is miért ne lenne jó asszonyom? Ez különben nem nyújtott. Majd akkor jó rendben, majd egyszer nekiállok. A fiatal szervezet fontos, a fejlődésnek az állás. Hát, bújjuk meg, Titi, hogy ha tesszél a munkat, sokkal szolgálatom, hogy őrizet meg zár. Nem hiszem, mert én majd több aranyat fogok kapni, mint ő. Te alig dolgozol valamit! Nyáma, csak egy kicsiket csendet kérnék. Na, gyereki! Kiki, itt a Juda! Ó, hát szia, Tünder! Végre letelt az esztendő, és megkapom a jutalmam. Igen, kapom jaj, nekem? De szuper! Na, hát jöjjön ez a sok-sok arány. Na de Tünder! Hát ezek csak fékák, meg kígyók. Ennyit érdemlek. De nem voltál dolgos. Nem voltam dolgos? Hát ezt nem hiszem el. Hát én megyek is innen. Jaj, szegény lelkemnek nem adtak a tündérek semmennyi aranyat. Most mit élő legyek? Ó, hát itt van ez a régi kemence, amivel még régebben találkoztam. Na hát, pont sült kenyér. Megpróbálok szerezni egy picit. Jaj, hát ez nagyon meleg, úristen! Én ebből nem fogok tudni enni. Még ez se jut nekem ennyi szolgálat után. Pedig milyen szorgalmas voltam, megyek is tovább inkább. Hát szegény nekem, se arany nem jutott, se friss kenyér. Mit élő legyek most? Na hát, itt van ez a kis kutya. Remélem, legalább ő ad nekem a friss, szép gyögéből. Hát ez meg akart harapni. Hát Istenem, ebből a sakatom, majd egy kis tovább. Hát az én csecsebecse kezecskéjének, bacsebacse lábocskáinak, se kenyér nem jutott. Hát remélem azért most már egy körtefa fog jutni. Jaj, de nem érem el ezt a körtét. Á, Istenem, még éhen is fogok halni. Hát mit évő legyek így? Inkább csak haza megyek. Nincsen más választásom. Tessikja! Adjon Isten szép estét! Én vagyok az Titi, a drága édes lányod. Visszatértem a szolgálatból. Hoztam? Hát édesanyám az öröm szívem. Szégyent hoztam rá. Nem hoztam semmi jót. Semmit kaptam. Mit bajom? Egyáltalán aranyát nem hoztam, nem úgy még többet. Még egy szelet kenyeret se tudtam hozni. Almát sem. Még almát sem. Na, azt mondj, látod? Az én gyermekem bizony százszor jobban szolgált, mint a tiéd. Nem igaz? Hát mert hogy ne lenne igaz? Az enyém tért vissza aranyjal, gyöngyel, kenyérrel és almával. De hogy? De hogy?
Ne adunk már itt ilyen. Hát, ez a csupán tények. Ha de én is látodat, szakadodat is. Hát, hiszen barátom. Ez nem így van. Na de, mivel én jártam, így kérlek szépen, takarodjatok el a házamból, és jön a visszanegyártok. De hajnan, már hajna tehetnék. A soha viszont nem látásra is. Das vidanya! Da-da! Ha-ha-ha-ha!